negyed óra eltelt a második félidőből, és nem ez volt a meccs legmozgalmasabb negyed órája, kevés lehetőség, kevés helyzet, főleg a debreceniek előtt beívelésekből, ami kialakult. Haraszti, ez viszont egy nagy esély, Könyves kapja meg, és elrúgja a kapus lába között. 2-0 a paksiak javára. Ahogy az első félidőben is, úgy fordulást követően is a Paks az első igazán komoly lehetőségét gólra váltja. Nagy az öröm, Könyves egykori csapatának kapujába talál be. Fellazul a debreceni védelem, remek ellentámadás, Haraszti egészen pompás labdát ad. Külsővel finoman az üres területre kínálja, és 16 méterről a kapus lábai között Könyves belsővel bepasszolja. Azért Milosevic most sem volt a helyzet magaslatán.